Varázslatos Magyarország egy 10 éve működő természetfotós pályázat, és most 10. életévünkre azt gondoltuk, hogy azon kívül, hogy a természet szépségeire felhívjuk a figyelmet a fényképeken keresztül, nagyon jó lenne, hogyha így aktívan is tudnánk tenni valamit a természetért. Megkerestük Magyarországnak az összes nemzeti parkját, és megkérdeztük tőlük, hogy miben tudnánk segíteni, és a Balaton Felvidéki Nemzeti Park azt mondta, hogy a cserjeírtás bizony egy olyan dolog, ami egy kemény munka, és nehezen jut idejük, energiájuk arra, hogy ők maguk megcsinálják. Önmagában a tényfészéket megérne egy olyan 4 órás beszédet, azt nyilván nem fogom előadni, de ez, ahol most vagyunk, ez az egyike a híres tihanyi gejzírkutóknak. Kialakítunk egy olyan közeget, ami egy egészen speciális növényzettípusnak ad életlehetőséget. Amikor hallottunk erről a kezdeményezésről, akkor tudtunk azonosulni ezzel az egész mozgalommal, amit ugye elindítottatok, a Varázslatos Magyarországgal. Egy környezetudatos csapat vagyunk, Komáromból jöttünk, számunkra fontos ez a szemlélet. Azt látjuk, hogy akikkel mi találkozunk, azok ilyen beállítottságúak, mint ti, és pont azoknak kellene az információt eljutatni, akik még ezzel nem foglalkoznak. És most nekünk ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy próbáljuk meg ezeket a csatornákat megtalálni, ahol ezt a tábort tudjuk nevelni, aki foglalkozik, mert úgy gondolom, hogy ha ez a tábor növekszik, akkor növekedni fog gyakorlatilag a tisztaság is, környezettudatosság is globálisan, tehát mi is ezt a kicsit szeretnénk csak hozzátenni, amennyit mi tudunk. Nagyon vonzó volt Tihany, ez kimaradt így az életemből, és az is, hogy nemzeti parkban kell önkéntes munkát végezni, és nem is tudtam arról, hogy esetleg erre van lehetőség Magyarországon. Én nem vagyok természetjáró. És annyira meggyőzött, tehát hogy ennek van egy tényleg egy nagyon pozitív hatás olyan városlakóknak, mint én. Először hallottam róla pár hete, tehát én nagyon új, de Varázslatos Magyarország is, és maga a név volt ez, ami így bevonzott, hogy varázslatos, és hogy kíváncsi váltad, hogy mi az a program, ami az ország varázslatosságára irányítja a figyelmet, úgyhogy ezért jöttem, de nagyon-nagyon megérte, fantasztikus volt így a nap.